Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futballkártyázón, és a mai videóban pedig kártyaháborúzni fogunk. Végre eljött az igazság pillanata. Kártyaháború hosszú kihagyás után viszont végre van olyan széria, amivel érdemes kártyaháborúzni. Akartunk a spanyol bajnokságossal is, de mire kitaláltuk, lejárt az alkalmazás nyár közepén. Ez az alkalmazás viszont nagyon sokáig fut még, rengeteg hónapon, talán jövő nyáron jár le, tehát nagyon sok hónapon keresztül még futni fog, és egy bontatlan diszpléjel szeretnék belemenni ebbe a kártyaháborúba, hiszen így van a legnagyobb esélyem, mert hogy egy diszplébe egy darab limited vagy excellence kártya van, illetve talán a Golden Bowlerre is így van a legtöbb esélyem, egy teljesen bontatlan dobozzal. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, semmilyen vágóeszközt nem hoztam ide, úgyhogy ilyen középkori módszerekkel szétasítom azt a mindenit. Így ne bonts diszplét, de ez a kártyaháború miatt kellett, jó ég. Szedjük ki az összes pakkot, ez a display tulajdonképpen használhatatlan. Ezek viszont annál inkább használhatóak. A jó sok Panini Premier League hivatalos 2024-es legújabb kártyacsomag az angol bajnokság kapcsán, ebből egy jó háború azért az kell. Alkalmazáshoz ugye minél több kódpapírt igyekeztünk felhasználni, hiszen nincs a kártyák hátulján kód, tehát nem tudod konkrétan azt beváltani, akit kinyitottál, hanem majd az alkalmazás ad valamit. 11 bontatlan csomag innen fixen kell a kezdőcsapathoz, de emellé még a cserepadra is ugye kellenek pakkok, úgyhogy így le is válogatok. Nézzük is. Tehát 1, 2, 3, legyen innen középről, 4, 5, 6, 7, 8, remélem jókat szedek ki, 9, 10, 11. Oké, kell még 5 a cserepadra, tehát 5 cserepados játékosunk van ebbe az alkalmazásba. 1, 2, 3, 4 és 5. Oké, jó sok csomagot felemészt egy ilyen kártyaháború, szám szerint 16 csomag kell, úgyhogy ebből azért igyekszem majd jókat nyitni. Megvannak a pakkok, úgyhogy ezt ide is rakom. Itt látjátok, mennyi csomagból kell még összeállítani a keretet. Tehát meg kell csinálnunk egy kezdő 11-et, és mellé még 5 cserepados játékost. Nézzük akkor, és sikerül. A cserepadot szeretném majd vegyesen összeállítani, hogy minden posztról legyen védő, középpás, támadó, és a kezdő csapatba értem szerint a legjobb pontszámú játékosokat fogom tenni, hiszen a kártyaháborúban ez számít, hogy jó nagy, magas pontszám legyen, amivel aztán lehet majd nyomulni. 85-ös középed védekezni is tud, úgyhogy az Everton játékos, úgyhogy az nem rossz. 90-es Luis Dunk, 90-es a védekezése, Neto, Ödegár 86-os teammate, hát ez a Dunk az, aki most engem meggyőzött. A 90-es védekezés az szerintem egy egészen jó pontszám, 90 fölött én mindennek örülök, végül is maga a 90 is egy jó dolog. Nézzük a következő pakkot, ebből mit sikerül kiválasztani ilyen draft jelleggel. Lehet, hogy meg lesz a kapusunk, 94-es Pickford biztos van nála jobb, de így bebiztosíthatjuk, hogy lesz egy kapusunk akkor, és ugye cserepadon is lehet akár még egy kapus. Cash minden poszton jó, mindeiket tudja, támadás, védekezés, középen, de én Pickfordot választom úgy, hogy megvan a kapusunk, ezáltal ezzel a gonddal már nem kell foglalkozni, nem tudunk kiállni, mert ugye ha nem lenne kapus, az nagyon ciki. Így legalább az már be van biztosítva. Nézzük akkor. Azt mondja, na ez rém kellemetlen ilyenkor, mert több mint 400 kártya van a szériában, és ha duplát választunk, az alkalmazásba se tudom berakni a dupla kártyát. Ez nagyon-nagyon rossz nyitás volt ebből a szempontból. Van egy Ice Silva, akinek jó a középpálya és jó a védekezése, egyenlőre szerintem meg is marad, őt választom. És ráadásul jól is néz ki, úgyhogy ez meg külön öröm. Nézzük a következő pakot. Nagyon durva lenne egy Golden Bowler, hogy meglepődne? SCH. Szerintem az nagyon király lenne. Egy Jack Grealish, 94-es középpályával. Joel Linton, ő nem túl erős, hiába csillog. Fred se. Line-up kártya, az nem kell logót, line-upot most nem használunk, esetleg visszavágom, majd használhatunk. De most nem lett így megbeszélve. Jack Grealish középpályával. Hát remélem, hogy jó lesz. Vagy ő támadó? Ha nézitek, figyeld, LV,
őt nem fogja engedni a Panini, hogy középes pontszámra posztra tegyen be, hiszen nem az, hanem itt a hátulján látod, hogy ő a zöldbe tartozik, az LV, az pedig a támadó. Azért megnézem, ők védő, ezek egyértelműek. A Grillist ugye jobb a középpás pontszáma, tehát inkább középpára tettem volna, de nem fogja engedni az alkalmazás, úgyhogy úgy játszunk itt is, ahogy az abba, hiszen majd átmegyünk ezután, és megmérkőzzünk Sportcards Hungryvel, Petivel, egy jó játékban. Charlton Morris 89-es támadással, lutonosok, de miért lutonosok? Sterling, Muric, Gross, Chilwell, fúha. Én ebbe bízok, hogy ennél lesz jobb támadóm. Én kinevezem az első cserepadosomat, én őt nem szeretném a kezdőcsapatban. 89-est nem nagyon. Lehet majd cserélgetni, a végén berakhatom, ha úgy döntök, de egyelőre nem érzem azt, hogy ő kellene nekem. Luke Shaw, de ő se túl erős, ha megnézitek. Hiába csillogós, world class típusú, az gyenge. 86-os. Zárai, na ő már jó, és ő is támadó sajnos, pedig a középpályán fogom használni. Lehet ilyet, ugye? Mempham, Eze, Twine és egy Vieira. Zárai, maradj, de nem nagyon örülök. Most nem alakul jól a keret. Az eleje az nagyon tetszett. Az tényleg nagyon tetszett, de ez a része most annyira nem. Liverpool kódpapír. Nézzük. Nem rossz középpályára, ő legalább tényleg középpályás, hiszen narancsárga. Egy védő, Luke Shaw. Ő is a védő. Fúha, oké. Chilwell, de nagyon gyenge. 87-es a támadója. Ultrasonic Bailey, az mondjuk nem rossz. 89, és ő is támadó. Támadókkal fog középpályázni, egyszerűen nem tudok mit csinálni, nem úgy alakul a keret, ahogy én azt szerettem volna. Ő is egy támadó jellegű játékos. Szihetetlen amúgy. Meg fog lepődni egyszer, hogy van három támadóm és nulla támadó pontszám, vagy amiben jók, ugye ez középpály, tehát ott fogom használni. Logo, Grain, és ő is támadóba jó, és középpály pontszáma a legjobb, nem hiszitek el. Maupai, Ellison 90-es, az nagyon szép. Vissza Sarabia, jó, Gray, és akkor viszont Bailey lejön cserepadra, és akkor így jön ő a támadó részre. Támadó cseréből a kettőt én már elégnek érzem. Most már támadókat szeretném abba hagyni, ha csak nem tényleg középcsatár, mert olyanom nincsen. Mondjuk egy Son, ő azért középcsatárt is tud játszani, az elég jó, 94-es támadóérték. Van itt egy Richarlison, a Son az jobb nála azért, többiek se rosszak, csapék, hát nem annyira jók mégse, úgyhogy marad az Ice. Ice-okból épül a csapat, egy elég nagy jéghegy lettünk, reméljük, hogy Péter Titanicját el tudjuk süllyeszteni. Nem lenne rossz. Na nézzük. Nem jó, ugye nem lehet használni. Kettő darab olyan kártya egyből, amit nem tudok használni. Trent Alexander-Arnold, ez egy nullás pak konkrétan, senki nem jó belőle, úgyhogy egy cserepados Trent Alexander-Arnold, vagy berakjuk, fú, ez nagyon gyenge. Nem gondoltam, hogy egy alap teammate kártya is kell a kezdőbe. Aj, nem, nagyon nehéz ezekből most jó csapatot összerakni. Amilyen szépen indult a dolog, Ultrasonic Diaz. Ő megint szélső, de támadó. Nem kell már több támadó, fejezd be. Richarlison is támadó. Juan Kichan is támadó. Luis Diaz is támadó. Mit művelsz? Louis Dunk már van egy, elég egy. Támadó hátán. Ez komolyan vicc kategória. Richarlison, akkor gyere be. Úristenem. Jó. És akkor annyit taktikázok, mivel nagyobb az összpontszám, látjátok. A Grénnél nagyobb az összpontszám, ilyeneket is kell nézni. Így fog összeállni a csapat, így a két szélső, két középcsatár, hú de tatanemes, oké. Van már Fire is, elolvasztja a jéghegyet. Nézzük, középpályásom, nincs konkrétan, nagyon viccesen alakul a sztori. Van itt egy Precision, nagyon rossz támadó. Nem, középpályás, és figyeld, a támadó pontszáma a legjobb a középpályásnak. Panini, mi van veled? Játékra alkalmatlan vagy, vagy mi van? Nagyon furcsa, nagyon-nagyon furcsa. Oké, ez középpályás hivatalosan, akkor én odarakom. Nem értem, komolyan nem értem.
megvan az első középpásunk. De még nem az utolsó. Jó. Golden Bowler! Golden Bowler minden poszton 100-as értékelés elna, hogy kezdőcsapatba kerül. Nézzük meg azért a többi. Egy magban Excellence és Golden Bowler! Ne! Ha az újságosnál vagy a boltba, vagy bárhol, ezt a pakkot választod. Azt a mindenit. Vagy a Collectolnál megrendeled. Egyetlen egy csomagot rendelsz. Nem is te választod ki, hanem belerakják a csomagodba is. Úristen! Az Excellence és a Golden Bowler egy csomagban. Ezt nem akarom elhinni. És középpálya. De annyira végtelenül sajnálom, hogy nem tudom berakni. Ez teljesen hihetetlen számomra. Na jó, nézzük. Basszus, de durva. Jézusom, de szép. Úristen. Nagyon szép. Jó. Oké. Őt csak úgy dísznek odarakjuk. Nézzük a Golden Bowlert. Ó, Alexander Isak. Nem volt meg, nem kell elvesztenem keretatét, ugye? Vagy összes bontásatét, akár. Majd mondom SCA-nak, az Excellence-t is felrakom. Alexander Isak, 300-as összpontszám. Ő is támadó persze, ezt tudjuk jól. Oda is van írva egyébként picibe is, hogy forward, tehát nem baj, hogy a hátulján nincs rajta. 5 csatárral fogok kiállni, nem szeretnék több csatárt a csapatban. Köszi, Panini. Elég. Nem akarok több csatárt. Azt a mindenit, az Excellence. Nincs a keretbe, csak ide raktam, már annyira szép. Nézzük a következő pakkot. Mik vannak még itt? Luis Paqueta, középpályás. 89-es pontszám, az nagyon-nagyon jó. Ő most kihúz minket a csávából. Egy jó középpályás, 89-em. Én már annak is örülök. Figyelj, Golden Bowler az nagy segítség lesz, úgyhogy így is jók vagyunk szerintem. Na nézzük. Aston Villa, Buendia, középpályás 89. Ayer egy jó védő, 88-as, ez tényleg egy jó védő. Ekdal, Isak ügye, Paninha. Hát ez a középpályás playmaker, ez a Buendia, ez nagyon jó. Úgyhogy berakjuk. Tényleg ő hasznos. Ott a középpályán is kinézzem már valahogy. Túl sok a kártya a kezdőben, most látom. Valakit cserepadra kell számolni, most látom 12 kártya van a kezdőcsapatban. Tomás Szucsek, ő is középpályás. Jó, hát szerintem Tamásunkat, a Kolosszust fogjuk választani. Viszont középpályára már nem jöhet, mert nagyon sokan lettek hirtelen a keretbe. Lecseréljük. Így. Ő jön a cserepadra, próbálj kialakítani. 5 csere kell akkor, egyelőre 4 van itt. Még egy kell, mert túl sok kártya lett a kezdőcsapatban. Egy támadót kéne kivennem, de kit? De kit? Az a kérdés. Gray. Szerintem Gray, te leszel az, az akit kiveszek. 91-es. Gray lesz az, akit kiveszek. Ő is cserepados. Nagyon sok a cserepadosunk. És nincsen védőm a cserepadon. Nagyon-nagyon kell taktikáznom a védőimmel, mert vannak jó védőim, és szerintem az lesz a taktika, hogy Isakot is védelemre fogjuk felhasználni, de ne mondjátok el SCH-nak, ahogy lelepleződjön a taktika. Tehát így szólna a szélső, úgyhogy ez így jó. Így fogunk kinézni. Ez az Excellence, ez nagyon szép, de megy az albumban, max annyira volt jó a nyitás. Tehát így néz ki a csapat. Pickford a kapuban, látjátok itt a cserepados, de nem is ez a lényeg, hanem a kezdő. Dunk, Thiago Silva nagyon jó lesz védelemre, Trent Alexander-Arnold, tényleg ez az utolsó kártya, amit fel fogok használni, ez csak ilyen megzavarásképpen van itt. A középpályánk szerintem nem rossz, viszont egyik se tud védekezni, mindegyiknek 70-es, úgyhogy ezért kell majd bevetnem Isakot, mert neki 100-as a védekezője, és mellette még van jó csatárunk is, úgyhogy ez a keret szerintem végül is nem lett annyira rossz, de azért izgultam. A Golden Bowler úgy érzem, hogy megmentette a csapatot. Kíváncsi vagyok, hogy legyőzöm SCH-t. Én azt mondom, hogy akkor menjünk át az alkalmazásba, csapjunk össze Péterrel, szurkoljatok, mert többek között egy Excellence kártya is a tét. Tehát itt vagyunk az alkalmazással, kártyaháború, rég volt. Hát főleg úgy nem volt még, hogy
Mert ezt azt hiszem már a múltkor is beszéltük, hogy minek üljünk egy másik asztalnál, egy irodában, amikor... Ja, úgy sem látjuk, hát nem mutatom aztán ennyi. Meg alapból a Premier League csak telefonos. Na most iOS-en, ha bemegyek ide a kártyaaktiválásba, az éles szeműek már észrevetnek valamit, hogy csak szkennelni tudok QR kódot. Apple-ön, mint tableten, és én akkor ott írtam neked, hogy nem tudom beváltani a 650 coin-t se, hogy nincs benne az abba, hogy hogy követ el ekkora hibát a Panini. És akkor egyszer csak rejöttünk, hogy azért, mert Androidra fejlesztik. Igen, le, tehát nekem ki is enyémet. Lóg a képből, mert az iPhone lekerekített sarku, ki is lóg a képből, és tehát szavaim nincsenek. Igen, nagyon furcsa, hogy miért Androidra fejleszte, érdekes. Viszont szenvedtünk egyébként a kártyaaktiválásra is, hiszen nem lehet azt a kártyát beaktiválni, amit kinyitottál. Mutatom is a kezdőmet. Hát én egy teammate-et kerestem itt egy fél órán keresztül online pakkolva. Én meg egy kolosszust, amit nem lehet a store-ba sem megvenni, de végül összeért. És kiderült, hogy az Excellence meg ki lehet. Az Excellence-t is lehet Excellence Limited-et nyitni egyébként, tök furcsa. Igen. De beváltani nem lehet, tehát azt is nyitni kell. Milyen a keretet? Hogy érzed? Hát figyelj, került be nekem teammate, ami érdekes, mert ő tavaly is bekerült, elmondom, egy Salahról van szó. Nekem is Liverpool tavaly teammate. Őt kerestem, idén meg Arnoldotok is. Aha. Nekem is Liverpooli teammate van a kezdőcsapatban. Nagyrészt csillogósok igyekeztem, kapussal nem volt gondom, bár ezt beszéltük, hogy... Igen, azért úgy egész jók lettek a csapatok. Mennyi a... Összérték? 4021. Jézusom! Nekem 3993. Jó, mondjuk figyelj, nekem a kispadomon három teammate is helyet foglal. Igen, nekem végig csillogos a pár. Kártya, ilyen, van ilyen, ilyet is ír, hogy 135,2 millióba kerül a teljes keret. Mennyi? 135,2. 133. Értékesebb a kereted, mint az enyém. Meg itt van egy érdekesség, hogy Arnoldnak rosszabb a védekezése, mint a középpálya, vagy éppen a támadása. Én nagyon furcsa, igen, nagyon sok ilyen játékos van. Oké. Okay. Jó, figyelj. Viszont akkor bekerült egy új feature, hogy most már be tudod jelölni barátnak, meg ki tudod hívni a igen, másikat. Igen, tavaly nem lehetett. Tavaly ott görcsöltünk, hogy most nyom rá, és hátha összen, és pont beadtad. Nézzétek meg a tavalyi háborunkat, nagyon vicces volt, de sikerült. Most viszont be lehet jelölni, viszont a név még mindig furcsa, ezért a magyarra lefordítva egy szép, lila szupersztár. Így van. Egy újpesti szupersztár vagyok, újpesti aki gyönyörű. Péterünk. Maga Kabát Péter. Egy repülő tehetséges varázsló vagyok. Tehetséget. Generálni mindig te tudsz. Te Potter vagy, én meg Kabát. Igen. Nagy Kabát van én nagy Potter. Generálni mindig tudsz újat, beírni nem lehet. Reméljük azért FIFA 365-nél majd be tudunk írni nevet. Mindenesetre... Reméljük, hogy kód lesz a kártya hátulján, Pani. Ja, hát igen. Aktív line-up. Várjál, de remélem, hogy a kártyáború az aktív line-upom. Hát én töröltem, mert azzal kezdtem. Igen. Én a legjobb csapatot megtartottam. Ja? Összeállítottam egy ilyet. Nehéz időkre. Egy legjobb csapatot. Jó. Na. Mehet a menet. Kártyáború. Ja, és a kibontott kártyák a tét. Nem szeretném elbukni. Mert te Legendet nyitottál. Így van. Te meg én meg Excellence-et, úgyhogy elég komoly a tét egyébként. Na, jó van. Na nézzük. Valaki itt nagyon nyer majd. Hogy? Igen, négy középpályásunk van. Három védőm van. Uh-huh. Padon sincs védőm, úgyhogy ez a bajban vagyok egy picit. Na kezdjük el. Emiatt ne érezd majd rosszul, majd használok valaki mást védőnek. Nem középpályást. Te bekezdtél? Hát én nem kockáztatok. Egy szép next level kártyával. Én nem kockáztatok. Oké. Okay. Animációk nem változtak. Nem, a zene változott, az animációk. Nem tudom, milyen a zene, melyből kikapcsoltam. Oké. Jó. Hűha. Jó, nem akarom egyben a leggyúrvábbakat elkantani, de te igen, úgyhogy már 2-0-ra vezet. Most kell elhúzni, úgyhogy ne tud vissza. Ajjajajajaj, elég durván vezetsz most. Ez bajos. Na nézzük. Milyen irányba indulsz el. Kapust hozol. Nyitottál amúgy Golden Ball? Hát már nem látod a kártya hátulján? Nem van rá? Nem. Az alkalmazásban? Úristen, nagyon-nagyon nyomulsz. Hát konkrétan 3-0. Közöm nincs a mérkőzéshez jelenleg. Hát azért várjuk ki a végét. Pedig elvileg összértékből ugye jobb vagyok. Nézzük. Oké, mit csinálsz? Védekezel.
támadnom kéne, de azt sem tudom, hogy kivel konkrétan. Hűha, van bármi jó támadó, te de nem. Én már ilyenekbe gondoltam. Egy pont. Nem hiszem el. A két ice. Hát fagyos lett a hangulat. Hát nálam nagyon, 4-0. Fagyos a hangulat. Én küldöm a pszichológiai terrort emoji formájában. De szerencsére nem láttam. Ja, akkor küldöm el. Nem tudok spamelni. Miért nem lehet spamelni? Hát látod? Támadsz? Nagyon. Kezdek izgulni. Most én nézegetem a kártyáimat, és úgy érzem, hogy ezek a 90-esek nem jó. Na végre, jó. De igaz, hittem ezt is megvered. 4-1. Lehet eltaktikáztam magam, és most lesz nagy problematika. Nem tudom, egyelőre nagyon kényelmesen vezet. Voltak itt már fordulatos kártyaháborúk azért. Hát az biztos. Nem, mert az a pálcsa. Azt hittem, mit csinálják. Megpróbálok védekezni egyet, mert akkor ez most jól sikerült. Az előbb. Jó. Azt mondom, a szilváta is kinyitott. Igen, nekem igen, duplán is jött. Egy csomó kártya jött duplán, akit már betettem. Jaj, nekem is. Úgy így kicsit nehézkes volt. 4-2. 4-2, jövök föl, azt mondod? Valami van. Hát valami történés van. Ami nem tetszik nekem. Várjál. Ez így talán jó lehet egy középpálya most. Cseréltem egy padról. Jó, közel volt, de lelángoltalak. 4-3, így visszajöttem. Na ez az. Teljesen meg vagyok lepve most. Kéne szednem az utolsó középpályásodat. Most ilyen merész gondolataim támadtak, hogy hogyan lehetne így taktikázni, hogy ezzel meglepjenek. Erre, így. Jó. És támadó, de középpályán annyira jobb a pontszáma. Csalódtam. Mi a fene? Egy pont! Ezt nem hiszem el. Na ez már! Itt jön ki az, hogy neked nagyobb a kártya... Padom erősebb. Igen, erősebb a padon, mert nagyobb a kártya összértéke. Mit szeretnél? Támadni vagy védekezni? Nem tudom, válasz valamit, ami szimpatikus. Na jó, hát akkor védekezzél. Ez fogom lesz. Döntetlen. Hát igen, mert nekem olyan is van a padon, még mondjuk Madurek, akinek 85 a legjobb értő. Gondolom azért mondtad el, mert be sem hozott. Igen. Nem fogom. Jéééé, Golden Bowler! Mit adtam Golden Bowler? Ezért nagy neked az összértéked. Igen. Na akkor innentől lesz izgalmas. Innentől lesz izgalmas. Igen. Hogy elhasználtad. Na, nem, én figyelj, én meg szeretném nyerni. Középpályát hozok, van ott a padodon középpályás, majd valahogy megoldod. Ah! Mi? De most mi? Szállának a középpályára? Jó, szállá. 90 a támadás, 90 a középpályá, szállának. Ne őríts már meg. Egy jó szállá. Ez teljesen hihetetlen. Mit kell? Védekeznem kell. Módosítót gondolom, 3-4-et azért rá lehet tenni egy kártyára. Hogyne. Na úristen, ezzel most nagyon sok múlik. Nem tudok taktikázni, egy védekező lapom van. Csapd ki, nézzük meg, mi baj lehet. Áj, nem hiszem el. A Golden Bowlert viszed. Bejött, hogy az elején kicsaptam az összes jót, és így elhúztam. Bejött. A legenda is. Ezek szerint is kérem. Mindent viszel, az összes bontott kártyát, ez egy nagy torony lesz. Ott van. Bakker, de szoros volt. Nem bíztam el magam, amikor comebackeltem, de az, hogy egy teammate-tel győztél le, az meglepett. Megleptelek ott a Szalá. A Szalá teammate az... Pedig 90-es. agyaltam, hogy behozom a Trent Alexander Arnoldot. De aztán leesett, hogy megnézem a Szalát, és neki jobb, messze meg 90-es. Úgyhogy jól. Lehet, hogy itt kinézőben lesz majd egy visszavágó, ez most fáj lelkemnek. De hogy nálam volt egy Golden Bowler. Megijedtem, és amikor a Szalá legyőzt, akkor így éreztem, hogy ez hozható, ha behozom a cserepadról a Bowen, pedig amúgy egy Zinchenkót akartam, itt is van.
akinek 90-es a középpályája, de végül is jól döntöttem az első megérzésre. De mindegy is. Hihetetlen, gratulálok. Hát köszönöm köszi a meccset, jó volt amúgy. Jó volt. Ti is nyomassátok az alkalmazást, igaz, most azt a gépen nem tudok játszani, csak telón tabletem. Épül a hátrányban vagytok a kódbeváltással, de nyomassátok. Aztán majd mi is. De érdekes, mert a FIFA 365-nél meg be lehet írni. Ott meg megoldották, igen. Majd kíváncsiak leszünk, hogy a FIFA 365-ben milyen lesz az alkalmazás, mert itt még a történetmód sincs, ami nekem a nagy kedvencem. Ugyanilyen, csak lesz benne a szaga. Hát remélem. Jó, iratkozzatok fel SCH-hoz is, meg tudjátok nézni a csapat összeállítást. A csapat összeállítást egymásnál, ha SCH-nál nézed, először akkor nálam, és fordító ugyanez, tehát a csapat összerakott draftot meg lehet nézni tulajdonképpen. Legközelebb találkozunk, sziasztok! Sziasztok!